A nyár veszélyeiről és a szezonra jellemző egészségügyi problémák megelőzéséről mesél dr. Matán Eszter. A bajai gyermekorvos azt mondja, a napokban is tapasztalt hőségben rendkívül fontos, hogy a napozni és strandolni vágyók eleget tegyenek a szakemberek által minden évben hangsúlyozott javaslatoknak, ellenkező esetben ugyanis égési sérülésekkel, kiszáradással vagy más egészségügyi megbetegedésekkel végződhet a vakáció. Dr. Matán Eszter rámutatott, a délelőtti órákban egyáltalán nem, délután is csak rövid ideig érdemes a napon tartózkodni, a napvédő készítmények használata pedig minden esetben javasolt. Hozzátette, kiemelten fontos a rendszeres folyadék és táplálékbevitel is, nem mindegy azonban, mivel pótoljuk a szervezetből távozó kalóriákat. Azt gondolom, hogy a nagy belegben mindenki felnőtt gyerek egyaránt tapasztalja, hogy sokkal jobb a hidegebb gyümölcsöket enni, tehát a nem nehéz ennivalót, együnk sok zöldség, gyümölcsfélét, hideg leveseket, bőséges folyadékbevitel legyen, akkor a frissen sült húsokat fogyasszuk megfelelő salátával például, megfelelő folyadékbevitel mellett. A nyári melegben érdemes nagyobb gondot fordítani az élelmiszerek szabadossági idejére is. A hőségben ugyanis egyes termékek rövid idő alatt megromlanak, figyelmeztet a házi orvos. Nem csak a táplálkozási szokásokra kell odafigyelni a hőségben, hanem a gyermekek, házi állatok biztonságára is. Szakemberek minden évben felhívják a figyelmet arra, a nyári melegben semmilyen esetben ne maradjon gépjárműben gyermek vagy házi állat felügyelet nélkül. Az utastér ugyanis néhány perc alatt felforrósodhat, egy órán belül pedig akár a 60 Celsius fokot is elérheti a benti hőmérséklet. Egészen rövid időre sem maradjon sem házi állat, házi kedvenc, és hát természetesen, ami a legfontosabb, nem maradjon felügyelet nélkül gyermek a gépjárműben, még akkor sem, hogyha csak valaki úgy gondolja, hogy egy percre, vagy kettő percre, vagy egy rövid időre ugrik be egy adott üzletbe, vagy áll meg egy adott helyen, hiszen nem tudhatjuk, hogy az a vásárlás, az ügyintézés milyen sokáig húzódik el, és ebben a nagy kánikulában egy lezárt gépkocsiban akár percek alatt is komoly baj, nehogy Isten, tragédia történt. A rendőrhadnagy hozzátette, a figyelmeztetések ellenére szinte minden évben bekövetkezik egy-egy tragédia. Legutóbb az Egyesült Államokban vesztette életét egy ikerpár, miután a gyerekek több órát töltöttek egy lezárt gépjárműben. Bő egy hónap van hátra a szezonból, a balesetek és a kellemetlen nyári élmények elkerülése érdekében a hátralévő időben is tanácsos betartani a vakáció iratlan szabályait.